legalább két dolog biztosan történik. Egyrésztről az albérlet ára fölmennek, egészen biztos, és a szállási ára pedig bemennek, és egészen biztos. De egyébként ilyen szempontból ez nem magyar probléma. A világ számos nagyvárosa küzd ezzel a kérdéssel, különböző megoldások születnek. Én azt gondolom, hogy vannak olyan minimum feltételek az Airbnb-vel kapcsolatban, el kell érni. De azt gondolom, hogy a nem kereskedelmi célú lakáskiadóknak is idegen a forgalmi adót mindenféleképpen el kell tudni érni, azt egységesen fizessenek. Azt, hogy a szálláshelyek nem kereskedelmi célú lakások, és a magyar turizmus háromszögét hogyan lehet értelmezni, azt gondolom, hogy ezt alaposan körbe kell járni. Tehát rövid válaszolva kérdésre nem kell számítani Airbnb gondokra. A magyar adóhatóság alapvetően félbarát hozzáállást fog tanúsítani. Erről szólt a mai tájékoztatói a tájának kerülnek, tehát alapvetően segíteni, támogatni, hogy szeretnék az Airbnb-zőket a tekintetben, hogy hogyan kell helyesen adót fizetni. De azt mindenesetre meg kell erősítenem, hogy kérdéssel foglalkozni kell egészen biztosan. Tehát az, hogy megnéztem pont tegnap direkt a tájékoztató előtt az Airbnb Budapestet, és 45 dollár az átlagos szoba, ami lakásnál Budapesten, ez mondanak, ez 10.000 forintből összeg, ez érinti valamennyi vagyok Budapesti szálláshelyet, tehát viszi lefele az árakat, és nem nagyon lehet már Debrecenben, Budapesten egyetemistaként, mint a régi szépen alkalmazott könnyedén találni. Én azt gondolom, hogy az Indexen volt talán tavaly, hogy egy nagyon átfogó cikk ezzel kapcsolatban, ami azt kapta ki tőnk, hogy az ember adózva egy darab lakást ad ki, akkor is nagyon-nagyon határeset azt, hogy tulajdonképpen a rövid távú lakáskiadás az a hosszú távú bármilyen szanyagilag jobban megérje. Jó, lehet, hogy azt javasolja az Airbnb, mondjuk idén nyáron szállítani kiváló embereknek, hogy erre a forma kell foglalkozni? Nem, semmiképpen nem az ő ügyük. A magyar államnak valamilyen módon a szolgáltatóval kell tudnia megállapodni. Mi azon vagyunk Európa számos országával együtt, hogy hogyan lehet az ilyen típusú internet alapon terjedő szolgáltatásokat valamilyen módon adófizetésre bírni. Ez nem csak Airbnb kérdésben a váltalában erről szó. Ezt akartam csak elmondani még egyszer, hogy kérdéssel foglalkozni kell, de szeretnénk cáfolni, hogy bármifajta kommandó vagy ilyen típusú eljárások elindulnának, de biztosan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy a Szálláshelyszövetség tavalyi adata igaza, és a budapesti vendégészaknak 20%-a így történik, hallottam már valaki magasabb számot is mondott ennél, akkor ez a kérdés, akkor ez így nem maradhat. És itt nem is elsősorban azokra az emberekre gondolni, akinek van egy lakása, és én ugyanaz, hogy rövid távon adja a bérlést, nem hosszú távon, hogy megjelentek Budapesten azokat, pontosan tudják azok a társasházak, ahol emeletek, akár maga az egész társaság szálladaként működik, ennek semmilyen módon nem kell semmi jogszabályba tartani, a szálláshelyre vonatkozik. Ez ugye nem járja. Tehát én azt gondolom, hogy itt alapvetően a kérdéskör az a sok lakást egyértelmű üzleti jelleggel, akár strómanokon álnegeten, bármi keresztül lehet ilyen tűzőkkel kapcsolatban. Neki ilyen információ kérdő? Ugye az nagyon fontos lépés történt Írországban, megjött 4500 darab Airbnb-zónak hivatalosan. Magyarországi Airbnb-zónak Írországból talán egyetem múltan megjöttek. Elkezdte a kormány ennek a NAV a feltérképezését, de a magyar álláspont egyelőre az, hogy mindenki ösztönöz arra, hogy én is tevékenységet végez, hogy tartsa a nagyon sok szabályokat, és ebben segítőnek fog felülni a NAV, és nem büntető szankciókat fog elsőködni.